Bevásárlással segítenek önkéntesek a koronavírus miatt leginkább veszélyeztetett embereknek Budapest több kerületében. Juhász Veronikát egy második kerületi nyugdíjas hívta fel, hogy vegye meg neki a következő másfél-két hét élelmiszer adagját, mert a járvány miatt ő nem megy ki az utcára, ahogy ezt a járványügyi szakemberek javasolják nagyjából mindenkinek. Az idősek folyamatos ellátásához fiatal, egészséges önkénteseket várnak lehetőleg minél több helyről. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt alig pár napja indult kezdeményezéséhez, eddig már több mint 50-en csatlakoztak. Vannak, akik szívesen talpalnának, tehát bevásárlást, meg kutyasétáltatást, meg postáremenést, ilyesmit vállalnának, vannak, akik autós segítséget ajánlottak fel, és vannak, akik szerveznék kezdeményezést. Úgyhogy arra számítunk, hogy ilyen hotline, meg e-mail szolgálat formában ilyen kis szervező csapattal tudjuk majd koordinálni az embereket, és az önkormányzattal együttműködve. Az önkéntesek plakátokat tesznek ki a lépcsőházakba, hogy az internetet kevésbé használó lakosok is értesüljenek a segítő lehetőségről. De mi magunk is segíthetünk az otthon maradt idősebb lakótársainkon, ahogy ezt már többen megmutatták. A közösségi médiában olyan hirdetések is megjelentek, ahol valaki saját üresen álló lakását adná használatba a járvány idejére. A turisták elmaradása miatt üresen álló magánszálláshelyek tulajdonosai pedig külön csoportot indítottak, amelyen ideglenes lakhelyet ajánlanak a veszélyeztetett egészségügyi dolgozóknak. A koronavírus járvány miatt kihirdetett vészhelyzet és a bevezetett korlátozó intézkedések hatására beindult a társadalom segítő reflexe. Önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek és Facebook csoportok is felajánlották, hogy segítenek másoknak. Budapest mellette számos nagyvárosban hasonlóképpen van. Sátoraljaújhelyen például egy művészcsoport ajánlotta, hogy segít az idősek veszélyeztetettek ellátásában. De ez még nem jelenti azt, hogy mindenki számára biztosított, a folyamatos és egészséges ellátás további összefogásra van szükség. Bozsik Dániel, Euronews Budapest.